kápolnásnyéken, a harmadik vadászrandevún számos csapat vett részt, és igazán különleges és ízletes ételek készültek. Minden évben rendkívül nehéz helyzetben volt a zsűri, de a vadászrandevú képzeletbeli dobogóján csak egy csapat lehet az első. Ha velünk tartanak, megtudhatják, hogy ki az, aki elviheti a vándorkupát a vadételek főzőversenyén, itt a Fishing and Huntingon.